Az év elején országszerte 1200 iskolával bővítette a kormány az egykori melegebb ét pilotprogramban résztvevő tanintézetek számát. Ezek között 137 olyan iskola van, amelyben magyar nyelven is folyik oktatás. Ez azt jelenti, hogy 26.300 magyar tannyelvű osztályban tanuló gyermek fog az iskolában ingyen egészséges ebédet kapni. Hargita megyéből 26 iskola került fel a listára, közöttük vannak a korondközségi tanintézmények is. Hála jó Istennek megadott az a lehetőség, hogy a pilot program után, amely a meleg étel program keretén belül indult el, most az egészséges étel elnevezési program keretén belül községünknek is a középiskolája belékerült ebbe a programba. 750 gyerekről van szó, aki megkapná a meleg ételt, vagy igaz-e a törvény értelmében meleg étel, catering esetében, vagy saját készítéssel, vagy hanem csomagban a kiosztása. Egyeztetve az iskola vezetőségével és adminisztrációs tanácsával úgy döntöttünk, hogy a meleg étel szolgáltatását szeretnénk ezt megvalósítani tekintettel, hogy a jövőben már a délutáni iskola program keretén belül is ez nagy segítség lenne a gyerekek számára. Ez azt jelenti, hogy 750 gyerek, ez a program 2029-ig szalad, és 750 gyerek kapná meg minden nap a meleg ebédét. Egész Korond községre van kiterjedve, úgyhogy a pápataki, fenyőkúti, atyai gyerekek is részesülnének ebbe a programba. A kormányhatározatot elfogadták, a következő lépés pedig az lesz, hogy a helyi önkormányzatok megszervezzék a gyerekek étkeztetését. Az önkormányzatnak ebben a programban a feladatköre a közbeszerzés lebonyolítása, közösen az iskolával és a szolgáltatónak a megnevezése. Ennek érdekében jelen pillanatban még tárgyalások folynak, hogy tudjuk megoldani saját szolgáltatóval vagy cateringen, de mi úgy szeretnénk, hogyha mivel hogy a napközibe működik nagyon jó konyha, akkor hogyha lehetőség nyílik rá, akkor ottan tudnunk ezt mi végkezményre megvalósítani. A személyzettel kapcsolatosan most jelen pillanatban még a tanfelügyelőségtől megpróbálunk személyzeti posztokat kérni. Amennyiben nem lesz lehetőség erre, akkor az önkormányzatnak a feladatköre, hogy oldja meg ezt a személyzet. Itt a legfontosabb dolog, hogy megtalálni azokat a személyeket, amelyek őszintén tisztán odaállnak azért, hogy a gyerekek tényleg egy olyan minőségű kalóriás étel kapjanak, amely a törvénynek megfelelő, és én azt hiszem, hogy akkor ez egy nagy segítség lenne a szülők számára, és magam még az iskola terme, beiskolázás szempontjából is egy nagy segítség lenne, mert a hátrányos helyzetű gyerekek, akik esetleg azért nem jönnek iskolába, hogy az anyagi feltételeket nem tudják biztosítani, ez hátja egy kicsit segítene, hogy a meleg ételt megkapna is, így egy kicsit ösztönöznék a gyerekeket is. A meleg ebéd program már szeptembertől elindulhat, így az új tanévben a diákok már az iskolában étkezhetnek. A szervezési kérdések mindig fejtörést okoznak, de a végeredmény a községben tanuló diákok és szülők számára hatalmas segítség lesz. Ha Jóisten megsegít, minél hamarabb szeretnék ezt elindítani. Igaz, a közbeszerzési procedúra 98-as törvény szerint fog működni, és ott bizonyos határidőket kell betartani. De a tegnaptól kezdve ez úgy mondom, hogy egy egészen más, nagyobb sebességben van kapcsolóval, azért, hogy ezeket az előkészületeket minél hamarabb tudjuk megejteni. Kallós Zoltán, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár úgy fogalmazott, az új közoktatási törvény kimondja, hogy 2030-ig minden gyermek ingyen egészséges ebédet fog kapni az iskolákban. Ez a folyamat most elindult, a mi dolgunk pedig odafigyelni arra, hogy a bővítések során egyre több olyan iskola kerüljön be a programba, ahol magyarul vagy magyarul is folyik az oktatás.